A rúdtánc alapmozdulatait mutatja be Gárdai Laura. Szekszárdon az ő kezdeményezésére lehet megtanulni ennek az akrobatikus sportnak az alapjait. Laura, akinek egész életét átszőtte a sport iránti szeretet, körülbelül 6 évvel ezelőtt esett szerelembe a rúdtánccal, amit azóta is elhivatottan űz, és most már edzőként is továbbadja tudását mindazoknak, akiket érdekel ez a fajta testedzés. 5 éves korom óta táncolok, modern táncot, aztán néptánc voltam is, szertornáztam általános iskolába végig, gimnáziumban is, valamint úsztam is, úgyhogy imádom a sportot. Ez a rúd sport, ez egészen más világ, tehát hogy ez úgy jött az életembe, hogy kerestem valami olyat, ami kihívás, ami nem az úszásba is beleuntam egy idő után, a szertornába is, és akkor kellett valami olyan sport, amit így nem unok meg gyorsan, és erre találtam rá. Én az első órám után tudtam 6 évvel ezelőtt, hogy én ezzel foglalkozni akarok egy nap, és mondom, azért is a kedvencem ez a sport, azért imádom ennyire, mert minden nap egy új kihívás benne, tehát nincs olyan, hogy mindent meg lehet csinálni. Elismert tréneri képzések léteznek a műfajban, aki ezt választja edzésforma gyanánt, szintenként léphet csak feljebb tudásában, hiszen minél magasabb szintre jut, annál nagyobb fizikai erőre és rugalmasságra van szükség az egyes, egyre nehezebb, komplexebb gyakorlatok végrehajtásához. Nagyon fontos, az első órán is mindenkinek ezt mondom, hogy ez türelem, idő, kitartás, ez az egész sport, tehát hogy körülbelül egy 2-3 hónap, mire valaki fölmehet egyáltalán a rúdra. Az elején csak egy forgások vannak, talajgyakorlatok, egy-két elem, egy-két póz, de minden a talajon van, tehát hogy nem megyünk fel. Az első 3 hónap után, de ez egyénfüggő is lehet, de általában akkor kezdünk el mászni a rúdra, meg feljebb, és 5 szintet különböztetettünk meg a rúdsport világában, na most a világbajnokok vannak ezen az 5. szinten. Tehát azt tudom elmondani én is, hogy 6 év után vagyok a 3. szint végén, tehát ezt így kell elképzelni, hogy ez nagyon hosszú folyamat és idő, mire te eljutsz odáig. Leginkább a karok, tehát felsőtest, amit átmozgat, az nagyon kell, ugye karból tartod magadat leginkább, de nyilván a láb is kell, meg ugyanúgy a hajlékonyság is kell ehhez, tehát a nyújtás is elengedhetetlen része ennek, nem csak az erősítés, a nyújtás is nagyon fontos, tehát egy heti egyszer ezt mindenképpen ajánlom, hogy részt vegyek rajta, mert úgy tudnak fejlődni. Magyarországon is rendszeresen tartanak bajnokságot. Az évente megrendezésre kerülő esemény célja, hogy lehetőséget biztosítson a sporták hazai tehetségei számára, hogy országos mezőnyben mérhessék összetudásukat, valamint versenybe szállhassanak a világbajnokságon való szereplésért. Vannak világbajnokságok, nekem is célom majd egy napon ott lenni, de az már egészen más szint, tehát hogy ott az már egy nagyon komoly szint, ami nők vannak, és igen, vannak, és Pesten is szerveznek minden évben ilyen világbajnokságot, ott szokták általában. Nagyon erősek a magyar nők ebben, tehát hogy nagyon-nagyon sokan járnak versenyekre, de hát mondom, az egy nagyon komoly szint már, és egyre inkább ezeket a sztereotípiákat küzdjük le, hogy ez egy sport, ez igenis nagyon nehéz sport, és aki azt mondja, hogy jó, hát a bárokban táncolás, hát annak csak azt mondani, hogy jöjjön el, próbálja ki, mert egy nagyon kemény testet átmozgató sportról beszélünk. A rúdtánc az előadó művészet egyik formája, a tánc és az akrobatika kombinációja. A 21. században kezdett el egyre jobban elterjedni, mint testedzési lehetőség a sportolni vágyok körében. Aki kedvet érez hozzá, bátran vágjon bele, hiszen amellett, hogy fejleszti a koordinációt, növeli a hajlékonyságot és javítja a testtartást, egy intenzívebb óra alatt akár 300-500 kalóriát is el lehet égetni, ha valaki tényleg mindent belead. Persze a testformálása mellett más jótékony hatása is van. Az órák alatt folyamatosan javul a közérzet, az önbecsülés, így az ember sokkal jobban érzi magát a bőrében.